Támogatunk a Nespresso Professional, az irodai kávézási szolgáltatások szakértője. A szólásszabadság nem azt jelenti, hogy mindent kimondhatsz, bárhogy, bármikor, bármilyen formában. Tehát a szólásszabadság, neked jogod van hülyének lenni egészen addig a pontig, ameddig ezzel nem ártasz másoknak. Abban a pillanatban, ahogy arra kezded az embereket buzdítani, hogy ne járjanak fogorvoshoz, mert az minek, vagy hogy ne oltassanak, ne hordjanak maszkot, menjenek szembe, nincs is vírus, akármi, ezeket a dolgokat bizony szabályozni kell. Kellene egy olyan médiatörvény, médiatanács, aki egy bizonyos követőszám felett korlátozza a tartalmakat, kirendel egy kommunikációs szakértőt, erre is egy jogszabály, tehát nincs az annyira szabadon bármit lehet csinálni a közösségi médiában, és nem csak kommentelő szintről, hanem tartalomgyártó szintről is, hogy erre kellene törvényi szabályozás. Bemutatjuk Magyarország véleményvezéreit. A műsorban elhangzó gondolatok vélemények, mert ez egy véleményműsor. Ezért hívjuk így. Véleményvezérek. Arturral és az Indiánnal. 98.6 Manna FM, életöröm zene, és benne a véleményvezérek Kembe Szorellel, Galler Andrással. Szia, a Indike, megint itt vagy. Szava Szorellkám. No, újra együtt, újra itt. Így van. Nos, eltett egy hét, és aztán most azóta nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy miről beszélgessünk, és aztán azon vitatkoztunk, hogy miről beszélgessünk. És pont ebből jött a témánk, hogy miről beszélgetünk. Maga a vita. A vita hát kultúra, az, hogy nincs vita kultúra. Hogy egyáltalán nincs vita kultúránk. Ja, nagyon sok kommentet látunk, ugye különféle tematikában, és folyamatosan azt tapasztalom, hogy elképesztően felülről lefele kommentelget, tehát nem fizikailag, hanem pozícióból fakadólag. Nem létező pozícióból tegyük hozzá. Persze, hát az internet rejtekében a kommentelő emberek. Na mindegy, alapvetőleg így nekem ez mozgatta meg a fantáziámat, nem tudom, hogy tiéd mi mozgatta meg. Hát én eleve az, hogy közölt egyik ember a másik, az bármilyen témáról is legyen szó, bármilyen korba is legyen szó. Na, de hát ez nem véletlenül, vannak vendégeink is, aki most már látja a videós tartalmat, az tudja, hogy itt vannak. Itt van velünk Tapasztó Orsi, tartalomgyártó, fizikus, érdekes. Sziasztok! Szia, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és itt van velünk Osváth Zsolt, youtuber is, aki nem fizikus, de itt van velünk. Nem fizikus. De még mindig jobb, mint hogy tudod, úgy konferálnának fel, nem tudom, Osváth Zsolt, az Osváth, mit tudom, Péter fia, vagy a nem tudom, tehát hogy annál kínosabb nincs, amikor úgy hivatkoznak rá, hogy nem tudom, te vagy valakinek a fia, a lánya, az apja, a szerető, a testvére, úgyhogy, ja, hát nem fizikus, de legalább youtuber, ennyi. Az teljesen jó. Igen, teljesen jó. Az is valami. Az, hogy rengeteg véleményt alkottok. Így van, véleményt alkottok, és aztán, de hogy azt szoktuk csinálni, hogy itt a vendégeinket rögtön megnyilatkoztatjuk az elején, hogy mit szólnak a tételmondatunkhoz, nincs vita kultúrán, mit szólnak, akkor Orsi. Hát igen, egyetértek, köszönöm szépen. Igen, ez így van. De azért nincs, mert hogy ezt nem tanultuk meg, mert hogy ez az nehéz, a vitakultúra. Az nem jön ösztönből, és hogy azt tanulni kéne. És azt senki nem tanítja meg nekünk, igen. Mint régen a görög szónokok, akik a retorikát... De mondjuk az iskolában, vagy bárhol. Vagy a nagyszülők, menjünk egészen nagyszülőkig, szülőkig, ha jobb esetben éltek, élnek, akkor onnan kell alapvetően ezt eredeztetni, jó, szerintem. Na nézzük viszont, Zsolt, mit szólsz hozzá? Én nem tudom, tehát én... Szerinted van? Ja, nyilván nincs, csak hogy engem már ez annyira, tudod, nem zavar. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az a generáció vagyok, aki így nagyon kellemesen így elevickél ebbe a hígslamasztikában, és tulajdonképpen, tudod, amikor azt látod, hogy már a parlamentben is az van, hogy Jakab Péter bátran viccelődhet azzal, hogy majd a börtönben Orbán Viktorból Orbán Viktória lesz, és ezen egyébként röhögünk, nem felháborodunk, vagy amikor tényleg azt látod, hogy a nem vita kultúránk van, hanem vita megoldási nem tudom, retorikánk az, hogy előveszünk egy kést, egy fegyvert, vagy rárugunk valakire, tudod? Tehát, hogy és hozzáteszem, tehát félértés ne essék, nem zavar, csak már mondom, vannak olyan dolgok, amivel annyi mindennel foglalkozok, hogy ebben azon kívül, hogy én máshogy csinálom, nem tudom edukálni az embereket. Tehát külön kis előadást arra, hogy kéne vitázni, arról nem tartok, meg nem is érzem magamat egyébként erre alkalmasnak, vagy nem gondolom, hogy nekem kéne feltétlenül erről bárkinek is kis előadást tartanom. Ettől függetlenül mondom, én azt tudom csinálni, hogy én nem így csinálom, tehát hogy nekem valakivel bármilyen... Bőven elég. Hát igen, közben, de hogy ennyi tőlem, de ez nem tudatos. Igen, viszont te egy olyan figura vagy, akire azért nagyon sokan odafigyelnek, tehát pont az a lényeg, hogy te hogy csinálod. Jó, de nem tudatosan, tehát nem úgy van, hogy Zsolti reggel kigondolja, hogy nem akkor így fogok, tehát hogy ez egy nagyon
érdekes vagy nem érdekes, de minden esetre igaz dolog, hogy én leülök a videóim elé, és nekem nincsen megírt szövegem. Tehát, hogy ha valami évszám van, vagy nem tudom, valami olyasmi van, ami tényleg tényekért kiállt, akkor annak utána nézek, vagy ha mondjuk vendég jön hozzám, akkor belőlük igyekszem felkészülni, de hogy általánosságban nem. Tehát, hogy ezt, hogy amit mondott az Orsi, nem tanultunk, hát ha valaki, én aztán pláne nem tanultam, aztán valahogy ez mégiscsak jött. Szerintem ez az, hogy fogékonyság, hogy egyáltalán a kommunikációra, a normális kommunikációra, a normális vitára ki mennyire fogékony. Jelenleg Magyarország azért annyira nem. Vagy szerintem egyébként nem lehet ezt így Magyarországra meg Európára ráhúzni, egyszerűen a világ nem. És itt lehet mondani, itt a social médiától elkezdve, amit mondtatok az elején, hogy itt bármit tudod, oda kommentelhetsz, odaírhatsz. Tehát, hogy már milyen vitakultúra kell ahhoz, hát bárkit elküldhetek a anyába, anélkül, hogy ott ülne előttem, tudod, és ahhoz nem kell bátorság, az nem kell gerinc, leírod, dögöljön meg a gyereked. Ez neki a kultúra. Tehát ez nem kell bátorság, mert tudod, tehát, hogy 20-30 évvel ezelőtt, amikor még téglatelefonjaink voltak, és ez nem volt annyira ennyire egyszerűen megengedhető magunknak, addig szerintem még máshogy álltak egymáshoz az emberek, máshogy beszélgettek, de most már olyan könnyű és olyan gyorsan meg tudsz alázni bárkit az interneten, hogy ebből lehet sportot szerintem most már szemtől szembe is, tehát most már ott tartunk. Na igen, ja, az egy másik téma, de hogy ugyanez kapcsolódik, de hogy mire gondoltál, Orsi, amikor azt mondtad, hogy tanulni kéne? De hol? Hát ez, hogy például esküszöm az iskolában, de hát most miért ne lehetne ezt vitakultúrát tanítani a gyerekeknek, hogy édesfiam, hogyha leülsz valakivel, meg akarsz győzni valakit, vagy bármilyen vitahelyzet van, akkor azt hogy kellene értelmesen, okosan, nem úgy, hogy rátborítom az asztalt, hanem. Tehát azért ennek van egy tudománya, de ez a mi kultúránkból ez kimarad. És igen, hogyha olyan fogékony az ember, mint a Zsóti, akkor ezt ráragad, és akkor persze okos, tanult, értelmes emberek vagyunk, és akkor jaj, de jó. De hogy amúgy az alapból nincs, és ez gáz. Ez nem. Szerintem már alapvetően a családból is hiányzik a vitakultúra. Persze, tehát hogy igen. Én arra mennék vissza talán, amikor elindultak a nagykereskedelmi tévéken a különböző showműsorok, és ott egymásnak ugrasztottak embereket, és ott az volt a sik. Minél erre nem tudok nyilatkozni. Az egyik a másikon, és ugye erre gerjesztve is volt az ember, és egy idő után ezt átveszi a köznép vagy a néző is. És akkor úgy gondolja, hogy ez a normál. Tehát akkor feltételezem, hogyha ezt egy irányba el lehet terelni, akkor át lehet terelni a másik irányba, túl azon, hogy nincs ilyen küldetéstudat. Van olyan ember, például, amit mondtad az előbb, hogy benned nincs, csak alapból jön. De hogy én azt látom, hogy ha ebbe az irányba megyünk, akkor ez egy nem jó, kettő egyre durvább lesz, és akkor azon túl, hogy most egymásra borogatjuk az asztalt, azon túl meddig ez tud fajulni, nem tudom elképzelni se, de mindegy is. De az a kérdés, hogy hogy tudjuk visszaterelni szerintetek ezt a normális mederbe. Küldetés tudat nélkül. Igen, de közben meg eszembe jutott, hogy most mondtam, hogy ezt nem szoktam, de közben meg annyiszor elmondom a videóimba, hogy uh-huh. Nem, tehát, hogy oké, nem, te, nem baj, hogyha tudod, paraszt vagy, csak mégse legyél paraszt, tehát, hogy így próbálom, közben meg azért, de eszembe jutott, hogy pont ma vettem fel egy videót, ahol pont arról beszélek, mire ez az adás lemegy, addigra már a nézők látni fogják. Van egy kislány, aki nem a legélesebb kés a fiókban. Tehát, hogy tagadja a maszkot, a vírust, az oltást, legutóbb most már a fogorvosokat is. Tehát, hogy a fogorvosok... Tudom. Imádod? Júj, tudom, hogy imádod. Igen, aki elmondta, hogy hát a fogas csont, a csont meg összefor, de hát a fogorvosoknak is meg kell élniük valamiből, tehát fogorvosokra sincs szükség. Sok embernek. Sok embernek komolyan mondja. Imádja. Jó, hát van Laposföld, meg Balaton tagadás, meg egy... Persze, ő szerintem ezekben mind hisz, tehát hogy ő pont ennek a... Na mindegy, nem is ezzel van a probléma, önmagában ő azt hiszi, hogy az ember úgy lehet sikeres, hogy valamit leír egy papírra, bevonza és megtörténik. Ő leírta magának, hogy egy nagyon gazdag arab pasit szeretne, egy dollár milliárdost, hogy nem belépett az ajtón, azóta boldog párkapcsolatban élnek Dubajban. Nevetünk, de ez tényleg így van, tehát hogy ebben, amit most mondtam, semmi sem túlzás. Minden így van, ahogy elmondtam. Állítása szerint nyilván nem ismerem. Na és legutóbb, és nyilván amikor hát némi kritikát mertünk megfogalmazni többet magammal rendszer videósok a YouTube-on, hát ő is válaszolt a saját stílusában. Az sikerült, hogy kijöjjön, kiokkádja magából, hogy hát a karma dolgozik, legutóbb is egy ilyen trash ember, ez lennék én, nem a trash emberre van a probléma, mindjárt meghalljátok, hogy mi a vége a sztorinak, tehát hogy legutóbb, amikor őt valaki kritizálni merte, vagy valaki rosszat mondott róla, hogy nem született egy törvény, hogy nem fogadhat örökbe. Ennyire mélyre tud menni. Nem gondol bele abba, hogy oké, hogy engem ezzel megbánt,
még azt is mondom, hogy oké, persze, nekünk van egy boxunk. Másokat nyilván is. Nem oké, de több száz, több ezer embert, még azokat is, akik megveszik az idióta, több vonzástörvény és füzetecskéit, meg 30 dollárért feliratkoznak a VIP tagságra, igen. Tehát, hogy egészen elképesztő. Tehát, hogy ezt mondom, hogy és pont ma mondtam el egy videóban, hogy basszus, tehát cseréljünk véleményt, kritizálhatja bármit a munkásságomat, még egyébként a testalkatomat is, az sem érdekel, milyen ruhákba mászkálok, tényleg nem érdekel. De ennyire mélyre menni tudod, hogy amikor egy olyan dologba gázolunk bele, mint az örökbefogadás, mint a gyerekvállalás kérdése, ahol egyébként nem csak felnőtteket, hanem gyerekeket fosztottak meg ugye rengeteg jogától, na az nagyon lent van. És ez a lány ad életmód tanácsokat, ő egy life coach. Érted? Az kemény. Csak, hogy, nekem csak, ezekről van egy kis vélemény, a Indi már tudja. Csak hogy tudjuk azért hova tenni, tehát hogy ameddig ezekről tudunk beszélgetni, addig itt vitakultúráról tudod. Tehát én továbbra is azt mondom, kellene egy olyan médiatörvény, médiatanács, aki egy bizonyos követőszám felett korlátozza a tartalmakat, kirendel egy kommunikációs szakértőt, erre is egy jogszabály, tehát nincs az annyira szabadon bármit lehet csinálni a közösségi médiában, és nem csak tartalomgyártó vagy kommentelő szintről, vagy nem csak kommentelő szintről, hanem tartalomgyártó szintről is, hogy erre kellene törvényi szabályozás. Véleményvezérek Artúrral és az Indiánnal. Hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Te is tartalomgyártóként azt mondod, hogy kell egy szervezet, aki mégiscsak valamilyen szinten kordába tartja ezt az egész műfajt. Hát kell. Igen, de tegyük föl, ez létrejöhet? Mert akkor másik oldal azt mondja, de akkor hol a szabad véleménynyilvánítás? Tehát ez mindig egy ütköző pont lesz. Szerintem össze van keverve a szólásszabadság, nem azt jelenti, hogy mindent kimondhatsz, bárhogy, bármikor, bármilyen formában. Tehát a szólásszabadság, neked jogod van hülyének lenni egészen addig a pontig, ameddig ezzel nem ártasz másoknak. Abban a pillanatban, ahogy arra kezded az embereket buzdítani, hogy ne járjanak fogorvoshoz, mert az minek, vagy hogy ne oltassanak, ne hordjanak maszkot, menjenek szembe, nincs is vírus, akármi, ezeket a dolgokat bizony szabályozni kell. Sőt, ugyanúgy, ahogy a Józsda TV-ben is, mikor betelefonál Marika néni, és három pénzenergia gyertya után 15 ezer forintos, meg 20 ezer forintos számlát adunk, ezeknek az embereknek is korlátozni kell egy adott ponton pénzbírsággal, és hogyha tényleg nem tanul belőle, nem tudom én, milyen mester, vagy milyen nyugdíjtisztánlátó, akkor őt meg be kell csukni. Tehát, hogy az van, hogy én ebben nagyon drasztikus vagyok, én soha, mert hogy minden amúgy, tehát ilyen, nyilván azokat az embereket tudod ezzel megcélozni, akiknek valamilyen lelki bajuk van, akik nagyon lent vannak, nagyon mélyen vannak, kaphatóak, fogható erre. Tehát hozzám jöhetne, hívhatna engem a Jós, hogy most ő megmondja a jövőmet, tehát nyilván kinevetném, vagy jöhetne a kislány Dubajból, hogy vegyek tőle könyvet, írjam tele izével, és akkor majd nekem ez létrejön. Nem, én pontosan tudom, hogy két kezem munkájából jön létre az, amit én megteremtek magamnak. De nem mindenki ilyen. Van, aki tudod, annyira el van keseredve, vagy tényleg egy rakás szerencsétlenség az élete, és akkor jön megvilágosodva Dubajból a nő, és majd ő megmondja neki, hogy mi a helyes. És én ezeket rohadtul korlátoznám. Tényleg, én büntetném, tehát, mert hogy látjuk, hogy mindent meg lehet. És ez egészen odáig még csak a pénztárcát bánja, oké. De hogyha én mindig ezzel a drasztikus példával szoktam élni, a pénztárcát bánja, oké, de hogyha addig vered magad adósságba, addig költesz, nem tudom, ilyen írományos könyvekre, meg mit tudom én mire, és utána még mindig azt látod, hogy az életed egy rakás trágya, majd leugrasz a tizedikről, ki fogja ezért vállalni a felelősséget? Nem vesszük elég komolyan ezeket. Nobody, ez a baj, igen. De hogy itt tartalomgyártók kontra kommentelők azért érdekes a ti személyetek, mert hogy azért egész sok embert mozgattok meg, sőt, szabad szemmel jól látható tömeget, és az a kérdés merült föl bennem, hogy vajon nektek volt-e már ilyen tapasztalásotok, ami ilyen komment háború, és nem feltétlenül egy másik tartalomgyártóval, hanem mondjuk egy követővel, vagy egy bármilyen érdeklődővel, ami mondjuk kivert a biztosítékot, mert nem tudom elképzelni, hogy ilyen 100 000-es nagyságrendű követőtábornál nem történik meg. Soha. Komolyan? Soha. Igen, nem, nekem sem. Egyszer az Orsi követőivel, de ennyi. Meg egyszer az Orsival. Egyszer az Orsival, de azon kívül. Az Orsi belém állt, biztos voltam. Tudom, hogy óvatosan kell beszélni. Vesztett 15 ezer követőt, azóta szeret ennyi. Jó, meg jobban megéri igen, szeretni egymást, igen. Tudom, hogy óvatosan kell beszélni, mert nyilván követőkről van szó, de hogy... Nem kell óvatosan ebben a témában, szerintem egyáltalán nem kell óvatosan. Nyilván van, nagyon sok olyan ember van, akivel, tehát különböző szintek vannak, és van az a szint,
ahol nem lehet meggyőzni, és a kommentekben ezek a háborúk, ezek így szoktak kialakulni, hogyha a, mondjuk a tartalomgyártó egy ilyen vitába áll vele, aminek semmi értelme. De tényleg, tehát ott van háború, ahol nincs előrelépés, azért van háború. Úgyhogy nálam az szokott lenni, hogy például pont a tegnap este is történt egy ilyen, egy nagyon érzékeny, örökbefogadó anyuka vagyok, ilyen téma kapcsán volt egy posztom, és ott a kommentek 99%-a nagyon, hogy mondjam, elfogadó, és rendben pozitív volt, és teljesen, és volt az 1%, az mindig van az 1%, aki nem érti, és jön, és fröcsög, és én egy rövid kommentben reagáltam rá, amiben leírtam a véleményemet, semmi, és aztán így hátradőltem, és akkor hagytam, hogy akkor... Ment a flow. És ment, és akkor az emberek egymásnak estek, és nyilván nem az a cél, hogy az emberek egymásnak esnek, de hogy nem fogok beleállni tehát, hogy leírtam a véleményem teljesen röviden, érthetően, és hogy senkit nem akarok meggyőzni, ez van, és akkor ott ment az egymásnak ugrás, de tök fölösleges, mert nem tudsz. Nincs. Ezt akartam kérdezni, az ember miért érzi a kényszert? Mi a kényszer? Nem bírja ki. Hát mi a kényszer, mi a rugó? Én tökre értem ezt. És főleg akkor mi a rugó, amikor nincs rálátása, vagy nincs háttere, vagy nincs tapasztalata, vagy nem néz utána hát régen a témának. A kocsmában nem kiütötték az utcára, az viszontlátásra, de közben itt meg ilyen szabadon garázzák. Nem, ez az, amiről a Zsolti beszél, hogy itt ez a teljesen szabadjára van engedve az egész. Azzal, hogy véleményt mond, azzal, hogy szabadjára van engedve, azzal nincs. Én elmondom a véleményemet, hogy várhatnám el azt, hogy ő nem mondhassa el a véleményét. Tehát erről szól, cseréljünk véleményt. Azt, hogy dagat, ez nem vélemény. Hát, tehát, hogy ezek, hozzáteszem, minősítés. Ezek tények velem kapcsolatban, ellenben senkit nem érdekel. Tehát, persze. Hogy nem tudok mit mondani, oké, igen, ezt mindig elmondom. De, és én erre értettem, hogy honnan jön a kényszer. Tehát honnan jön a kényszer, hogy ezt a két szót odaérjem, hogy bármi olyat, amivel nem visz előrébb se engem, se őt, se a témát. Hát, hogy nincs rendben. Tehát, hogy nem viszi előre, mert amit te mondasz, azt értem, hogy véleményem van, elmondom. De ami nem viszi előre. Rengeteg olyan úristen, rengeteg olyan követő van, aki leírja, vagy? Hogy annyi mindenben nem értek veled egyet. Ebben is ebben nem értek veled egyet. Nyilván van a liberálisabb oldal, aki mondjuk, aki nem tudja elfogadni azt, hogy nem is elfogadni, aki nem nézi meg a Istenről vagy hitről szóló videóimat, azt mondja, hogy Zsolti, ezt az oldaladat valahogy nem tudom befogadni. Ott vannak a konzervatívok, akik azt mondják, hogy nem tudom a házasságot és a gyerekörökbefogadás részedről befogadni, de tök sok olyan dolog van, amiről meg szeretem, hogy beszélsz. És közben véleményt cserélünk. Soha nem akarom őt meggyőzni arról, tehát azzal nem fogom szorítani akart, hogy értsél velem egyet, majd eljutunk arra a pontra, hogy vagy egyetért, vagy nem, de ezek az ilyen teljesen nemtelen és igazából értelmetlen kommentek. Én ezeket nem törlöm ki, hagyjuk ott, tehát legyen ott az utókornak, hogy te tényleg egy idióta barom vagy. És van, abszolút. És nem, de mondom, hogy nekem ez, hogy és én mindenkivel, tehát nem mindenkivel, de az föltöltök egy videót, és egy-két óráig ott vagyok előtte, hogy tudjak beszélgetni a követőimmel, válaszolok kommentekre, nem bújok el előle, nem tiltom le a komment szekciót, ettől falra is mászok, hogyha valaki letiltja a komment szekciót, akkor az ne legyen fönt az Instagramon, meg ne legyen közszereplő, meg nem tudom, hogy mi. Értem én gyűlölködés, meg akármi, de na, tehát, hogy legyen, lehessen, adjuk meg a ahogy csalóka ez a arc nélküliség, amiben úgy gondolják az emberek, mert pont most mondtad ki, hogy ott van az örökké valóságnak, aki akar rá tud nézni, hogy te, ki volt ez a kretén. Hát amit te mondtál, hogy ez honnan jön, én nekem ez a troll sztori, tehát hogy ugye vannak a trollok, akik csak azért is, és nagyon csúnyán, és bicskanyitogató stílusban, mindkettőnket azért Zsoltival meg szoktak találni, és én elkezdtem utána olvasni, hogy mi a pszichológiája, és erről azért van már néhány kutatás, és tök érdekes. És nyilván az összes kutatás az odafut ki, hogy itt az a baj, hogy ezek az emberek a saját kis életükben nulla figyelmet kapnak. És az online tér az egyetlen tér, ahol bármilyen figyelmet tudnak kapni, és a pozitívat nem tudnak kapni, mert nem tesznek le semmit az asztalra, amivel most őket istenítsék az online térben, ezért a negatív dolgokkal próbálnak figyelmet kapni. És a negatív figyelem sokkal több, mint a nulla figyelem. És ez nagyon brutálisan hangzik, de ez van, tehát, hogy inkább utáljanak, de valamilyen érzést fel, valamit generáljak. Váltsak ki magamból. És kiváltottam egy rohadt nagy cirkuszt, és akkor hátradőlök, hogy na, ma figyeltek rám. És ez tiszta, tehát, hogy ez szomorú, de... Végre megértettem Berki Krisztián. Na, szívesen. Véleményvezérek. Artúrral és az Indiánnal. Elhangzott egy Orsi szájából egy mondat, ami nekem megütötte itt a kis figyelmemet, az, hogy ugye nulla figyelmet kapnak azok az illetők, akik idézőjeles trollok, vagy nem csak idézőjeles trollok, és hogy ezáltal kapnak valamilyen figyelmet, hogyha oda kommentelnek valami elképesztő nagy baromságot a valahova is, de
hogy kapnak figyelmet, hogyha általában ezek arc és név nélküli emberek, vagy falsa, tehát érted, akkor ki kapott figyelmet? Egy avatár? Szóval azért érdekes ez számomra. Nem hát tudom, ő ezt magában lehet, ez az ő zárt világa. Igen, tehát ez úgy éli meg, hogy az igen, de én ezt én elképzelhetetlennek tartom. Nyilván valószínűleg igen, máshogy vagyok belőve, de én... Hát az, hogy ha rám ilyen gyűlölet áradat, szokták mondani, hogy jaj, engem nem érdekelnek a kommentek, hát na, hogy engem érdekelnek. Tehát, hogy nyilván, amikor most, hogyha a testalkatomra, vagy bármi olyasmire, amit nagyon nehezen tudnék csak változtatni, de hogyha olyan dolgokra, tehát tőlem kívülálló dolgokra tesznek megjegyzést, de azt írják egy tartalmamra, hogy Zsolt, itt nem voltál felkészült, vagy itt unalmas voltál, vagy látszik, hogy untad, vagy valami, akkor vagy két opció van, vagy az, hogy anyádat pedig nagyon föl voltam készülve, tudod, és nagyon kínos, hogy ez nem jött át. Vagy ugye tényleg olyan van, hogy beülök egy szét szakadva a kamera elé, de valamiről mindenképpen úgy ezen beszélnem kell, és látják az emberek, hogy olyan vagyok, mint a mosodszar, akkor és ezt megírják, akkor nem. Vagy például most elmentem egy hétre nyaralni, utána csináltam egy videót, és ugyanúgy azt írták az emberek, hogy Zsolti nagyon fáradt, vagy el kéne menni kicsit pihenni. És mondom, hogy most szálltam le a repülőgépről, tudod? Tehát, hogy így... Jó, de végig itt ad az egész hetet, tehát ez a baj. Nem aludtatok, hát ez a probléma. Na mindegy, szóval, hogyha tényleg olyan komment van, ami egyébként tényleg az én hibám, és tényleg arra érkezik, akkor az... engem egyébként az motivál, meg tud érdekelni. Úgyhogy szerintem ez nagyon fura, hogy valaki szereti azt, hogyha nem szeretik. Én nem szeretem, ha nem szeretnek. Elkezdtük, de csak igen? Nem beszéd meg, hogy lehet visszaterelni nagyjából a mederbe a vitakultúrát. Hát, elkezdtük, de Orsinak ebben nem adtunk még nem, én amúgy... Mert ugye a Zsolt véleménye az, amit egyébként én is támogatok, hogy valamilyen korlátok de amúgy keretében én is kell ezt szorítani. Látom megoldásnak. De most csak a netről beszélünk, a vitakultúra szerintem otthon pontosan, kezdődik a családba. Pontosan, amúgy ez így van. Én elmesélem nektek, és tök vicces, hogy pont erre a tematikára hívtatok meg engem, hogy én néhány héttel ezelőtt fejeztem be egy kommunikációs, és majd mindjárt elmesélem, hogy értem a kommunikációt, nem sajtókommunikáció, hanem ember és ember közti kommunikációról szóló tanfolyamot, mert hogy én beiratkoztam egy ilyenre. Na. Képzeljétek el, és hogy tök vicces, azért számomra, hogy most pont ez a téma, mert hogy, és miért iratkoztam be? Szerinted véletlenül iratkoztál be? Ti tudtátok, hogy én beiratkoztam az ilyenre? Megvártad, még elvégzed? Ez a manna. Na, és akkor beszélgetünk. Egyébként ez a vizsga most. Tudtam volna. A manna akkreditálta ezt a tanfolyamot. Nagyon jó. És ez egy néhány alkalmas tanfolyam, vagy nem is tudom, minek hívjam, kis csoportos, és arról szól a tanfolyam, hogy kell vitatkozni. Uh-huh. És hogy otthon a férjeddel, meg a feleségeddel, vagy a pároddal, tehát hogy a pároddal, a gyerekeddel, a mikrokörnyezetedben, mert ugye hát pontosan... Honnan indul? Pontosan, hát az igazi élet, nem, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem a kommentek, ugye, igen, hanem a környezetünk. És borzasztó érdekes az, amit egy ilyen tanfolyamon meg lehetne tanulni, és hogy rohadtul kötelezővé tenném, és már az iskolában, mert Porolóvas? Micsoda? Porolóvas? Körmös. Nem is értettem a szót, amire beszélsz. Körmös, porolóvas, kukoricás a rogban? Nem, elképesztő. Tehát az, hogy nem érzelemből, mert hogy mi a gond, hogy rögtön érzelemből reagálunk. Mi tök normális, tehát hogy nyilván az jön ösztönből, hogy akkor felcseszi valaki az agyam, akkor jól elküldöm, vagy jól bedurcizok, és akkor passzív-agresszíven a férjem megkérdő, mi a baj? Semmi. És akkor ez, és abban semmiben minden benne van. Igen, tegyük el, hogy azért ez a social media, és amúgy a tévé, az nagyon alátámasztotta, hogy mindenki egyre durvábban érzelemből vitatkozzon. Hát figyelj, de ez egyébként nem feltétlenül, mert bocs, hogy így most így próbálom megcáfolni, de hogy én emlékszem még a fiatal felnőtt koromra, tehát a 16-17 éves koromban, amikor voltak ilyen kis bunyóim a városban, különféle fickókkal, akik nem szerették azt, hogy kinéztem, és amikor itt vitatkoztunk, és elkezdünk vitatkozni. Hova jársz? Miért elveszed a munkánk? Nem tudom, nem veszem el, apám éppen magyarokat alkalmaz, egyébként engem meg felvettek, ugye ponthatár alapján nem tettek róla, hogy olyan hülye vagy, hogy nem vettek föl, etc. És az utolsó, már amikor már nincs minden, mi van? És akkor jött a hülye néger. Tehát érted, már az, hogy na jó, nem tudom, ez akkor a hülye néger. Mondta, hogy hülye kicsit sértő, nem? Hülye egy kicsit sértő azért. Így van, de hát hogy én azt látom, és akkor még nem volt kereskedelmi tévé, és akkor még nem volt nagy internet, és akkor nem volt semmi, zsigerileg is. Hülyék mindig voltak. Persze. Nyilván. Nem tudom, családom belüli vitáról, hát mit is amit én hozom, amit én hozok otthonról, az azért egy elég érdekes, hogy mondjam, megfogalmazása vitának. Úristen, hogy mi hogy vitatkozunk otthon? Én az ordibálós ajtóbeütős vagyok.
Én a passzív-agresszív állat. Igen. Az a Patrik. Tehát nálunk abszolút. És mit csináld még? Igen, neked fog fel. Te veszel új ajtót. Üssed. Rendben. Még? Mondjad még. Tudod, és tudod, hogy addig soha nem jutnék el, hogy őt megüssem, vagy bármilyen élő lényt megüssem, de közben így magam, van, hogy tépem a hajam. Tehát, hogy ez megvan az a íz. Nem hiszem el. És tudod, és olyan dolgokon, hogy... De tényleg nagyon nyúlsz. De neked a temperamentumod az így... Tehát az olyan. Jó, de 2 perc múlva meg... Igen. Husika, viszont holnap meg el kéne mennünk, mert mit tudom, igen, meg kell vennünk az előszoba szekrényt. Tehát, hogy... És nyúlszni. Tehát nálunk... És ha egyen nagyobbat lépünk, és azt mondjuk, hogy másik közösség, például iskola, munkahely. Hát igen, ott lenne szintén értelme annak, hogy nem érzelemből, hanem mert hogy ott ahhoz még talán jogom sincs, mert nem a családom. Tehát, hogy lehet igen? Azt egyébként, most itt mondtuk, hogy érzelemből, de hogyha ezt mondjuk a mai témánkat ugye boncogatjuk egy kicsit mélyebben, azt látom, hogy akkor mindenki érzelemből kommunikál. Ez így van. De miért? Hát ennyi feszkó van. Hát persze. Mindenkiben. Hát meg ez az ösztön, tehát hogy ez jön, és ahhoz hátra kell lépni kettőt, és át kell gondolni, hogy akkor várjál, most ő beszólt nekem, akkor itt most miről is van szó, és akkor 5-ször megkérdem azt magamtól, hogy de miért szólt be ezért, de biztos, hogy ezért. Tehát, hogy és akkor ott ahhoz óriási önuralom, vagy nem is tudom, minek hívjam ezt, hogy így elszámolok 10-ig, nem ez jön, ezt csak tanulni lehet. Nyilván vannak ezek az embutista, nagyon nyugodt, nagyon kiegyenem, mi vagyunk azok. Nekünk ezt tanulni kell szerintem, hogy a Zsolt is a tépje a haját, és én passzív-agresszívkodjam el az agyam a férjem irányába, vagy akárki irányába. Tehát, és ez komoly tanulás. Te említetted ezt a tanfolyamat, amit ugye... Igen, büszkén el. Ugye ott mit mondtak? Mit mondtak ezt? Ottan? Hát én ezt tanulom, hát szerinted ezt magamtól tolom, amit most mondok meg. Akár. Nem, de tudod alkalmazni? Igen, sikerül? Igen, de azért hány tudom. Hány alkalom alatt derült az, hogy érzelemből vitatkozom, mert felhívtál volna, én elmondom. Ingyen, hát nem ingyen, nem. Hát nem, de hát nyilván én azért mentem, miért mentem erre a tanfolyamra? Azért mentem el, volt azért. Mert nem volt szponzor, hanem ennyire rossz influencer vagyok, hogy fizettem érte, őrület. És még reklámoztam is, mert annyira jó volt, ingyen, nagyon durva, nagy tudom, majd jövök tanulni hozzá. Igen, beszélnünk kell erről, Orsinen. Szóval azért... Szóval miért jelentkeztem? Azért, mert én azt éreztem a kicsi életemben, nem azt éreztem, hogy borítom az a tudnám borítani, és tudnám tépni a hajam, talán ott tartottam, hogy nem borítom az asztalt, de ott is arra jöttem rá, hogy vannak olyan vitahelyzetek, hogy nem tudok egyről a kettőre lépni. Tehát, hogy megfeneklik, és hogy mit csinálok én rosszul, mert értem a másiknak az állás, ugye, de hogy nem azt, hogy meg tudjam győzni, hanem hogy találjunk egy közös platformot, egy közös nevezőt, mert hogy ő nem győz meg engem, én nem győzöm meg őt, oké, rendben van, de olyan nincs, hogy nem tudunk találni egy közös nevezőt, amivel mind a ketten békében vagyunk. És hogy ez engem, és akkor nyilván, tehát hogy tudtam azt, hogy itt az érzelmeim közre játszanak, hogy nem tudok olyankor elég okosan érvelni, vagy megszólalni, mert hogy elborítják az, mert én is ilyen temperamentumos hülye picsa vagyok, akit így visznek. És akkor azért jelentkeztem ide, és működik, tehát hogyha eleget gyakorol az ember, akkor így. Véleményvezérek. Artúrral és az Indiánnal. Hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Akkor létezik egyáltalán vitakultúra, vagy valamilyen szinten valahol megpróbálják keretek közé zárni, és akkor csak abban a mederbe vitatkozunk. Szerintem mindenkinek más a vitakultúra. Ez kicsit olyan lehet, nem, mint mondjuk... Vagy azt mondom, hogy van olyan szegmens, ahol betartják nagyjából? Mert ahogy látom, se politikában, sehol nem tartják már be, tehát innentől kezdve nem tudom, hol tartják be. De mi van, hogyha ez az új vitakultúra? Borzasztó. Mi van, hogy kockázva. Értem. Jó, hát figyelj. Jó, mondjuk az egész élet egy hullám, tehát lehet, hogy most fönt vagyunk, azt lehet, hogy egyszer csak lebogunk ebből. Nem tudjuk, mennyi idő van. A második eljövetét lehet, ahogy elnézzük, már nem sok. Tehát, hogy figyelj, én igen, nem biztos, hogy jó, de közben meg lehet, hogy ez meg tényleg azért az, nagyon fontos, hogy szerintem minden, tehát hogy a Szigony utcában egészen más a vita kultúra, mint mondjuk Budán, vagy nem tudom. Tehát, hogy de most tényleg, hát mi, hogy éltem mind a két helyen, ezért pontosan tudom, hogy más, hogy kell. És mielőtt bárki ebben azt keresné, tehát, hogy itt nem bőrszintől függ ez inkább, hanem szerintem egyszerűen tényleg csak intelligencia kérdése. És az van, hogy
nem fogsz, tehát hogy mondjuk, most mondtam a Puzsért, tudod, de azért a Puzsért se tudna mindenkivel vitatkozni. Tehát, hogy, mert hogy tudod, így néznének rá, hogy ezzel meg mi van? Tehát, hogy Jézus, fölrobban mindjárt nézd már meg, tudod, és mondanak, csak nevetnének rajta. Tehát van, aki ez betalál, van, aki érti ezt a nyelvet, van, aki érti ezt a kultúrát, meg van, aki nem. Az, hogy iskolában egyébként, mint olyan, tehát hogy a retorikát nem csak, mint mondjuk fogalmat tanítanák a gyerekeknek, az nem egy hülyeség, csak tudod, ez is olyan, hogy beszélünk róla, tehát vitakultúra, milyen órád lesz vitakultúra, de jó, de. Tudod, tehát hogy igen, tehát hogy ez nem egy olyan izgi téma, az, hogy most nyilván a magyar oktatást milyen szinten kéne megreformálni, azt szerintem nem ennek az adásnak lesz a témája, ettől függetlenül lehetne mondjuk tényleg egy ilyen interaktív, akár mondjuk influencereket, vagy a Puzsért, vagy a nem tudom, a Havas Harryket, vagy a, tehát tudod, hogy behívni olyan embereket, akiket nem tudom, tehát lehet jó példát, rossz példát, valahogy ezt izgalmassá tenni, de talán tényleg ami a legfontosabb, hogy a családban, gyerekkorban, hát igen, az érzelem, az anélkül nehéz. Ezért milyen csalókam az olaszokat, ezért bírom, hogy ugye ők nagyon temperamentumú, nagyon hangosak, nagyon nagy gesztusokkal művelnek, de mögött ott van egy baromi nagy tisztelet egymással szemben, és ezt csak mi kívülállók látjuk olyan nagyon drámainak, igen, amíg meg nem ismered a népet valamilyen szinten. Figyelj, egyébként olyan nagy gáz nincsen, mert ugye bármennyire is furcsa, édesapám, ő afrikai, meg nekem is vannak ilyen szárnyak. Nem mondom. Most mondod? Most mondom. Pár évtized ismerjük, hogy most... Jó, de akkor kit svéd, ne haragudj. Hát akkor tudod, beáll a kapuba, svéd. Na, hogy az ott a tapasztalás, hogy egyébként Afrikában még durvább ez, mert hogy ott, hogyha vita van, az első az az asztal, körülülünk, és a második ott már vagy a polgárháború, vagy a macséte. Tehát érted, hogy még nem vagyunk a rossz helyzetben, de azért ne is kéne... Jó, csak merre haladunk. Igen, az a kérdés, hogy merre haladunk. A macséte fele vagy. A másik, hogy Orsinak a szavai ismét megfogtak, hogy ez a meggyőzés, de hogy... Nem, most őrül-e? Jó, hát mindenki hívtatok. Jó, értem. Igen. Na, de hogy a meggyőzés, nekem az a meggyőződésem, hogy nem tudjuk egymást meggyőzni, hogyha gyökeresen ellentétes álláspontponton vagyunk. És általában azok vitatkoznak egymással, akik ugye a másik álláspontját akarják átbillantani a sajátjukra, de ez képtelenség. Én szerintem, nem tudom, jól látom-e. Nem tudom. Abszolút. Na. Abszolút. És tehát ez, hogy a közös nevezőt megtalálni, és azt tudod, hogyha valaki jön és belém rúg, akkor azt tudatosítani a kis fejembe, hogyha visszarugok, nyilván most szavakról beszélünk, nem mindig fizikai, szóval, hogy visszarugok. Nem mindig. Hülyeskedve, viccelte. Akkor ugyanazon a szinten maradunk, tehát nem lépünk szintet. Tehát, hogyha nekem ez volt amúgy ennek a tanfolyam kapcsán egy nagyon nagy tanulás, hogy hogyha ugyanazon a szinten maradok, ahogy belém állnak, akkor abból biztos, hogy nem lesz előrelépés. Viszont, hogyha én empatikusabban, kedvesebben, nyitottabban állok a idézőjeles támadóhoz, és figyelj, én értelek, nagyon sajnálom, hogy ezek az érzések, gyere, dumáljuk meg. Ilyenkor van fordulás, tehát hogyha empátia, de ahhoz... Erre mondják manipulatív, képmutató, igen, köpönyekforgató, persze. Wow. Hát ez persze. Akkor nincs, bocsánat, persze. Akkor nincs megoldás. Egyébként nekem az a kérdésem, hogy egyáltalán mindig mindenáron meg kell győzni valakit? Amúgy nem. Persze, hogy nem. Sőt, amikor azt mondom, hogy figyelj, tökre megértelek, meg én nem is akar, dehogy érteztem el. De megérte. De azért mondod, hogy szimpatikusabbnak tűnj. Jó, hát az a pont, amikor köszönjük szépen, okay, viszontlátásra. Akkor nem értelek meg, és utállak, és gyűlöllek. Hát tudod, hogy nincs ilyen. És egyébként, amit te mondtál, szerintem nem is kell mindig mindenkit meggyőzni, és nem is kell mindig mindenbe egyetérteni. Mert szemmel láthatóan tud ez sajnos, ez a világ így is működni. Meg egyébként szerintem attól is működik, hogy egy pillanatig, egy pontig nem lenne érdekes az én mondani valóm, hogyha erre nem lenne ellenvélemény. Abszolút. És fordítva is. Tehát, igen, hogy senkit nem érdekelne. Kit érdekelne, hogy valaki küzd az elfogadás mellett, ha mindenki el lenne fogadva, nem? Mondjuk azért hozzáteszem, hogy erről a küzdelmemről bármikor le tudnék mondani. Igen, tehát, hogy mondogan le tudnék ezekről mondani, de hogy tényleg, tehát, hogy vannak olyan dolgok, amikre
Igen, hogyha nem lenne ellenválasz, akkor az nem is lenne. Hát így és young, hát nyilván a jó nem működik a rossz nélkül, tehát azért furcsa által, amikor azt mondják, hogy de jó lenne, hogyha mindenki jó lenne, akkor mit, akkor a igen, rossz fogalmaz ki. De unalmas ki. Lenne, ne haragudj. Igen. De hogy most egyébként most a te szavaid is megütötték a fülemet. Jó, ez most már de... Mondod. Egyébként veled kezdtük, az ütletek először, hogy kordába kell tartani. Most, hogy mondod még, amit mondtál az elején, az is eszembe megütötték. De nem, de tényleg, hogy hogy a kommenteket azt mondod, van, aki nem olvasod szándékosan, mert hogy nem ér, vagy kikapcsolja, vagy nem is olvassa egyáltalán, de téged meg az érdekel. Hát nyilvánvaló, hogy az érdekel, de hogy nekem az a véleményem, hogy abból csak tanulsz. Tehát így nem tudom elképzelni, tehát tök mindegy, mit kommentelnek, az a lényeg, hogy ne legyen sablonos, ne egyék középre rakva mindig folyamatosan, mert hogyha egy ilyen jellegtelen tömeg vesz körül, annak nincs értelme, csak akkor van értelme. Mondjuk hogyha... én ebben nem hiszek a negatív reklám és reklám meg, hogy mindet csak írjanak, tehát ezért nem is véletlenül, ugye mondtam, hoztam fel a Berkit, nem tudom, hogy ki találta ki. A negatív Madonna. Reklám... Madonna volt? Aha. Igen? Hát nem tudom. Jó, mindegy, hát Madonnával több problémám is van, de mivel szeretem a Steiner Kristófot, ezért most ebben nem megyek bele. De hogy nem, szerintem ez nem, szerintem nem. Tehát, hogy én nem örülök a negatív reklámnak, ne beszéljenek róla, mert egy ideig persze, tehát egy ideig, óráig persze Tóth Andiról, Tóth Gabiról is rengeteget beszélünk, és mindig megvannak kicsit tépázva, és mindig megvannak kicsit vagy így, vagy úgy alázva. Szó se róla azért nyilván tesznek azért, hogy az újságok címlapjai legyenek. Ettől függetlenül túl sok szerintem, amit kapnak időnként. Na, én nem szeretnék ebben a szerepben soha lenni, tehát, hogy nem. De te erre gondoltál? Nagyjából igen. Igen? Azt mondom, hogy azt mondod, tehát, hogy ne írjanak bármit. Uh-huh. Tehát, hogy az sem kell. Tehát nem azt mondom, hogy csak jót és csak velem értsenek egyet, hanem hogyha már tényleg írnak valamit, amit nem értünk egyet, az legyen úgy megfogalmazva, hogy abban, hogy tényleg a témáról szóljon. De az, hogy már... Jó, de ezt pontosan tudod szűrni. Mármint belül, hát, nem... Egyébként én leszoktam tiltani embereket, tehát hogy fontos az, és olyat is, aki egyébként velem egyetért, és foggal körömmel bármit mondok, bárki odaír, és akkor elkezdi őt mondani, hogy mert te rohadt szemét a Zsoltinak, a kis lábúja körme többet ér nálad, és akkor ezt szólok neki, hogy figyelj, ezt nem, mert egy nem igaz, kettő, én ezt nem szeretem, nem erről szól a csatorna, még egyszer, nem, és letiltom ugyanúgy őt is. Tehát én ugyanúgy azt is letiltom, aki mellettem ilyen stílusba kardoskodik, mint azt is, aki ellenem. Mondom, ez egy adott ponton megvan, de kommentet nem tőlök, egyszerűen felhasználó tiltok, csinálj egy másik accountot, és utána odaír arról. Tehát igazából adtam a szarnak egy pofont. Na, úgy néz ki, hogy elfogytunk időileg sajnos, pedig ebben még lenne egy kicsi, nem tudom, hogy érzitek ezt, de hogy nagyon tanúságos volt és edukatív, hogy lehet ilyen szavakat használni. De nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok mindenkinek. Mi is, jó volt. Na, igen? Igen. Örülök, na, köszönjük jó szépen. Volt. Nem mondták még soha, tudod ezt így. Annyira ültek már ide, soha senki nem mondta, hogy hát ez egy jó adás volt. Köszönjük Tapasztó Orsinak, aki tartalomgyártó és fizikus. Hát ezt majd legközelebb kitárgyaljuk, ezt a fizikát. Hát jó. Jó, és Osfeld Zsoltnak, aki youtuber és szintén tartalmakat gyárt. És nem fizikus. Elkép, és nem fizikus, igen. Hát ez a szakmai, hogy nem fizikus. Óriási. És a hallgatóknak annyit mondja, a Galler András indián barátomnak is, hogy itt volt velem, persze, hol hát lenne. Hát iskénbe szól rá, ugye velem szembe. Ja, a hallgatóknak annyit mondunk jövő héten, akkor megint tartsatok felünk, 18 órakor pénteken, addig is jó rádiózás. Csácsumi, sziasztok. 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 Véleményvezérek. Artúrral és az Indiánnal. Manna FM. Örömre hangol. Támogatunk a Nespresso Professional, az irodai kávézási szolgáltatások szakértője.